Azt ígértük önöknek, hogy megmutatunk a gyűjteményünkből is egy nagyon érdekes darabot. Nagy kedvem lenne találós kérdéseket feltenni és játszani, de uralkodok magamon, és elmondom inkább, hogy bizony az első játékokat már. Időszámításunk előtt 5000-ben is játszották, sőt, a British, British Múzeumban nem olyan régen, pár éve volt kiállítva a úrvárosából egy táblás játék, 2500 évvel időszámításunk előtt használták ezt. Sajnos a mi gyűjteményünkben ilyen régi anyagok, dokumentumok nincsenek, de nagyon régiek vannak, amelyet közül az első magyar nyomtatott rejtvényeket, és napjainkig még nagyon sok érdekességet mutat meg Sárosi Attila, a Nemzeti Könyvtár egyik periódika szakértője, ugye a periódika a többek között a folyóiratok, napilapok, egyéb időszaki kiadványok összefoglaló neve. És még egy találós kérdés, amit megválaszolok gyorsan. Ma kérdeztem meg az osztályvezetőtől, hogy hányféle ilyen Periódika, ugye újság, folyóra, egyéb ilyen kiadvány van a mi gyűjteményünkben, megszámolták éppen tavaly évvégén. 89.516 féle, különböző című kiadvány, és Attila szerintem mindet ismeri ezek közül. Minden esetre most mindről nem fog beszélni, de át is adom neki gyorsan a szót, hogy elmondja a rejtvényekről, amit tud annak egy pici részét. Jó estét kívánok én is. Meg lehet, hogy úrvárosában kőtáblákra, vagy inkább agyaktáblára írtak rejtvényeket, de az első nyomtatott rejtvényt azt a Yichingben, vagy Yiching olvashatják. Ugye ez egy kínai alapkönyv, Krisztus előtt 1100 körül írták, nyomtatták. És hát persze az ókorban is voltak ilyenek, egy görög szót érdemes itt megtanulni, ugye a palindromot, ami azt jelenti, hogy visszaút. Tehát olyan játékos bűvös négyzetet képzeljenek el, amit szintesen és függőlegesen, sőt átlósan is ugyanazt a számot, vagy valami értelmes szót ad ki. A kiosztott lapokon ilyesmit látnak különben az ókori pompeiből és hát Arany János is elkövetett egyet, nagyon érdekes és izgalmas, sőt, egy verses rejtvényt is olvashatnak. Ugorjunk egy nagyot, és azt tapasztaljuk, hogy amikor a magyar nyelv vett kazinciék és a többiek megpróbálták megújítani, akkor akkor érdekes nyelvtörőket vagy rejtett szavakat próbáltak a korabeli folyóiratokba elrejteni. Persze nincsen ez annyira elrejtve, ki lehet ezt találni. A kezemben van az első ilyen folyóiratunk, ami hasznos mulatságok címet viseli, ez, tartalmaz az első, ez tartalmazza az első rejtvényeket nyomtatva. 1817-ből, jó 200 évvel ezelőtt. Akkor gyorsan fel is olvasok egyet belőle, figyeljenek, palindromos. Előről hátulról olvast bár nevemet, megtartom mindenkor igaz értelmemet. Az különös bennem, hogy templomban első, de gazdag földeden is én vagyok a felső. Hát ez ki? nem olyan nehéz. Úgy van, a pap. pap. Most kéne osztanom a titkosságból egy jutalmat, amit sajnos otthon felejtettem, de prima a megfejtés. Ezt a hasznos mulatságokat majd persze kézbe lehet venni a színház után, és egy kicsit bele lehet lapozni, az egy többes példány, azért tartom ilyen bátran a kezemben. És ha belelapozunk, akkor azt látjuk, hogy ez egy magazin. Mindenféle kedves hírek, ez-az tréfák és, és plegykák vannak benne. Egy lényeges különbséggel a mai magazinok ugye tele vannak színes szélesvásznú képekkel, illusztrációkkal, ebben egy darab sincs. Hát igen, ez majd később. A magyar nyelv alakulása és formálódása szempontjából ugye a reformkori folyóirataink rendkívül jelentősek. Az életképek, Jókai és Petőfi lapja például ilyen, amik szintén tartalmaztak rejtvényeket, és a Pesti divatlap még egy harmadik nagyon szép kiadványunk. Természetesen vannak benne divatos rajzok, sőt színes mellékletek is, ezeket nem hoztam ide, ezt majd az olvasóteremben lehet esetleg megnézni. A 1848-49-es szabadságharc bukása után valahogy az következett be, amit Vörös Marti ugye megírt, most csend van és hó és halál, nem volt kedvük az embereknek nyelvjátékokkal foglalkozni, vagy rejtvényeket Megoldani, és érdekes módon a kiegyezés körül, amikor beindulnak az élclapok, mai kifejezéssel humoros vicclapok, akkor ilyen bújtatott rejtvények, szójátékok jelennek meg ezekben az újságokban. És hát egy személyes emléket gyorsan hadd mondjak, amikor még zöldfülű könyvtáros voltam néhány évtizeddel ezelőtt, akkor az olvasóteremben föl alá járkálván tudtam, hogy ott van egy híres kutató, egy kollega, aki a 19. századi reformkor utáni élszlapokat kutatja. És állandóan azt vettem észre rajta, hogy hát mélyen elgondolkozva el, el lapozza a folyóiratokat, de hát egy mosoly nincs rajta. Mi a csuda? Hát ez egy vicclap, amit ott forgat. Egy darabig nem értettem, aztán persze magam is belelapoztam, utána világos lett, hogy tulajdonképpen fejtörőt végez, mert már nehéz kitalálni, hogy miről is szólnak ezek a viccek. Ugye ha ha esetleg kezükbe veszik a hócipőt, ott vannak a megfejtések. Ez a vicclapoknak a sajátja, hogy korokhoz kötött, korukhoz kötött, és aki nem járt a például a napjaink politikai eseményeibe, embereibe, hát az, az, az nem tud mit kezdeni ezzel a vicclappal. Azért emlegetem a vízlapokat és élszlapokat, mert, mint látjuk, a rejtvények természetes közege ez. És e, e, amikor e, mondjuk a magyar nyelv megerősödött, és képesek voltunk ilyen vicces módon is kifejezni magunkat, akkor egy érdekes fejlemény következett be a rejtvények és az újságok viszonyában. Most nem fel kellett építeni az új szavakat vagyis az új mondatokat, hanem le kellett bontani. Olyan rejtvények jelentek meg, a betűrejtvények, amik valójában egy szót próbálnak különféle rajzokkal, vicces ötletekkel lebontani, hogy hogyan képzeljük el, rajzok nélkül ugye erre az aranyános vers egy nagyon jó példa, ezt kiosztottuk majd tanulmányozzák. A lebontásról és, és különösen nehéz verziójáról hoztam még néhány példát, majd a színház után ezeket itt még meg lehet nézni. Most a 20. századra tehát úgy tűnt, hogy nincsenek rejtvényúságok. Hát akkor miről beszélek itt? Úgy tűnik tehát, hogy kell valami forradalmi lépés, valami egészen eredeti húzás, ami tömegeket fog a rejtvények felé fordítani. És ez persze a keresztrejtvény volt. Tán tudják, hogy elég homályos a keresztrejtvény eredete. Egyesek szerint ugye egy dél-afrikai rab találta ki, hát fene tudja, kinézett a börtönrácson, és egy jó megvilágítással ugye láthatta a börtön falán a rácsozatot, és meg a firkákat, amit oda firkálnak ugye a rabok. Értelmes figura lévén, hát valahol összerendezte ezt a feliratokat, nem tudom. Az biztos, hogy 1913. december 21-én egy amerikai heti jelent meg az első keresztrejtvény ilyen gyémánt alakú rejtvény, nagyon jó és viszonylag egyszerű rejtvény, és óriási sikere lett. Magyarországra is megérkezett, és itt szeretnénk majd bemutatni az első magyar keresztrejtvényt a Ma Este című magazinunkból. Itt láthatják majd. Nincs megfejtve, ennek nagyon örülünk, ugye könyvtárosok, tollal és cerkával nem firkáltak bele mert hát bizony erre akad azért példa. A keresztrejtvényt mindenki ismeri, fejtette nyilván, de volt egy apró előzménye, és ezt is itt kiállítottuk, ez igazi csemege, a Cimbora című gyereklap, ezt Benedek Elek szerkesztette. 1923-ból egy betűrejtvényt közölt, ahol ki kell találni az összetett szavaknak talán, vagy vagy egy kicsit hosszabb szavaknak az első betűjét. És ha azokat oda leírja, összolvas, egy értelmes szót ad ki. Oké, okay. tehát 25-ben jelent meg az első magyar keresztrejtvény, és utána pedig a napi lapok közölték. Óriási sikere lett a keresztrejtvényeknek, és a napilapok lapok egymásra licitáltak, hogy hogyan fogjon minél több újság, persze, és azért a díjakat is emelték. Be kellett küldeni a rejtvényt, és az egyik állítólag, ugye az egyik újság, a Pesti Napló, ami hát azért mégiscsak a gazdag polgárok lapja volt, ezt én nem ellenőriztem le, de olvastam valahol, hogy egy, sarokházat ajánlott föl a gyertesnek a körúton, ez szerintem azért enyhe túlzás. Igen, a nyeremények között kétségtelen volt rangsor, ugye gyerekkoromra visszaemlékezve, Magam is nyertem egyszer, na nem sarokházat, legfeljebb a cukrászdából, hanem egy könyvet. Hát mi nagyon-nagyon örültünk, hogy nyertünk egy könyvet, akkor persze nem tudtuk, hogy a Remitendából kaptunk valamit, de nem baj. Az óriási siker azt eredményezte, hogy valahogy meg kellett tanítani az embereket a betűrejtvényre, a keresztrejtvényre, hogy hogy is kell gondolkodni. És ennek a nagymestere Grecer József volt. Grecer József, karinti titkára különben, írt egy gyönyörű könyvet, amit talán ismernek gyerekkorukból is, megjelent a rendszerváltás után, is húsz kiadást ért meg a SICC alapkönyv, ugye? Az első kiadást itt kiállítottuk, ezt is kézbe lehet venni, de hát gondolom sokuknak van otthon is. Végre valahára Gretzer ugye egy szabadalmat is beegyeztetett a rejtvényfejtés és a rejtvénykészítés szempontjából, a Guinness könyvekben, a Guinness rekordok könyvében állítólag egy angol úr 58 ezer rejtvényt készített, hát nem tudom. Az viszont biztos, hogy az első olyan újságunk, ami kizárólag rejtvényújság volt, nyilvánvalóan ebben a korban, tehát a 20-as években, 30-as években jelenhetett meg, Sajnos nincs teljes sorozatunk belőle, de egy gyönyörű példányt 1925-ből láthatnak itt a kis kiállításunkon, klassz a fejléce, minden számban ez, és az első oldalon egy szőlő alakú keresztrejtvény. Nos, a jutalmakra visszatérve a háború után nagyon fontos jutalmat osztogatott, ugye a korabeli élclap, a Ludas Matyi. Erről nézzünk meg egy bejátszást. Ludasmati elrejtett a sorok közé egy libát. Boldog megtalálók között jutalmul száz libát oszt a Ludasmati szerkesztősége a mafir gyártelepén. A megjelenteket a Ludasmati munkatársa, az ismert humorista Darvas Szilárd üdvözli. Szeretettel köszöntöm rejtvén pályázatunk testkörnyéki nyerteseit ebből a felemelő ünnepség alkalmából, amely bármennyire jelentéktelennek is tűnik nekünk, mégis nagyon fontos, mert azt a kölcsönös ragaszkodást juttatja kifejezésre, amely a Ludas Maty és olvasói között, hála Istennek fennáll. Mindenesetre meg kell cáfolnom azt a babonát, mint ami azért ajándékoznánk meg az olvasóinkat, hogy népszerűek legyünk ennek az ellenkezője igaz. Azért tudjuk megajándékozni őket, mert hála Istennek népszerűek vagyunk. Nem állunk meg a félúton, és nem nyugszunk addig, amíg minden olvasunk legalább egy házas lovat nem nyert. Kintai István még. Könnyebb volt megnyerni, mint hazadni. Rémai László. Nagy gyerek is, Csak ez az egy van? Ö, igen. Minden gyerek egy liba esik. Neider, Julia, ezek mind betegek, legtöbbnek lúdtalpa van. Kikerestem a gyűjteményünkből a Ludas Matyi aktuális és szóban forgó számából a rejtvényt. Egy képrejtvényről van szó, tehát nem keresztrejtvény. Amúgy ránézésre meg lehet fejteni, nem mondom meg a megoldást, majd nézzék meg. A kádárrendszerben, a szocializmusnak nevezett rendszerben volt valószínűleg a rejtvényúságoknak az aranykora. Ugye 57-ben a forradalom leverése után a füles jelent meg, az első évfélem első számát is lehoztam, lehet majd lapozni, nagyon izgalmas dolgok vannak benne, és a nagy sikernek biztosan az volt az oka, hogy nem kellett beküldeni, hogy ismert politikus tíz betű, Kádár János, tehát, ez nem, 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 nem tehát politikamentes volt az újság. Fiatal és idősebb újságírók, mindenféle emberek írogattak benne. Úgy tudom, Vitrai Tamás is a fülesben egyszer-egyszer valamit elkövetett. Ha nem, akkor cáfoljon nyugodtan. A, 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 a fülesnek aztán később mindenféle lefűződése jött létre. Az úti társ volt a legismertebb keresztrejtvénylap és a szocializmusban kialakult egyáltalán a rejtvényfejtésnek valami kultúrája. Lehetett tudni, hogy a nyaralásra vittek rejtvénylapokat az emberek, a kórházba, az utazásra, vonatra, sőt, hát napjainkban is metról nem csak telefont embereket láttunk, hanem néha rejtvényfejtőket is. És aztán a, ennek a politikamentes nagy sikernek ugye, azt gondoltuk, hogy vége lesz. Ezzel szemközt a rendszerváltás után hihetetlen mennyiségű rejtvényújság áramlott be a könyvtárba, aminek nehéz megmondani az okát, valószínű a könnyű, olcsó megoldások hívei szívesen olvastak rejtvényt, mint mint komolyabb lapokat. De azért a újságok mindig próbáltak valami fontos információt, valami lexikális tudást átadni a megfejtőknek, de nem sikerült mindig. Ugyanis az van, hogy nem közölték mindig a megfejtést. Ez már a 30-as években is divatban volt, és hoztam is egy 35-ben készült, kinyomtatott Pesti hírlapot, ami nagyon népszerű lap volt. Nagyon nehéz rejtvények vannak benne, hihetetlenül nehezek, és szerintem megfejthetetlenek már. Az előbb emlegetett ok közre játszik benne, a vicclapokkal, észlapokkal kapcsolatban, hogy nem ismerjük már ezeket a karaktereket, akiknek a nevét kéne kitalálni. Hát ez van. Napjainkban azt mondhatom, hogy ugye az internet világában is megjelennek bőven rejtvényúságok, de az internet fölköltözött újságok hoztak egy újabb fordulatot. Most már az is kérdés, hogy ki, nem tudja, ki tudja megfejteni a rejtvényt, hanem milyen gyorsan fejtik meg. Hát ez izgalmas. Bele is néztem az egyik ilyen híresebb rejtvény internetes lapcsaládba, és akkor ott rangsort állítanak fel, hogy itt tudom én 10 perc alatt 50 rejtvényt megfejtetik xy és akár hiszik, akár nem, az első helyen egy hölgy áll, sok sikert az uraknak, hogy kapaszkodjanak. Különös játék, mert nem lehet nyerni semmit. Valószínűleg visszakanyorodtunk a kiinduló pontra, hogy nem a nyeremény, se a liba, sem a sarki ház a lényeg, hanem a játék öröme. Hogy megfejtettem, ez igen. Hát maguk, én is kívánok maguknak sok eredményes játékot. Valószínűleg az van a mondom a játszó stílus mögött, hogy van benne sikerélmény. Nem mindenki alkalmas, tudományos, művészeti pályára nem tudjuk megtanulni a legnehezebb nyelveket, de azért az egyszerű rejtvényeknek azért csak, csak utána tudunk járni. Még egy apróság a kiállított lapok közül, és ez lesz itt az utolsó szavam, kitettünk 1960-ban megjelent londoni folyóiratot, a Fakutyát, amit Vajda Albert szerkesztett, Emigrációban, szabad szájjal, és hát ugye ez is olyan lap, ahol a, a tréfás anekdoták mellett ott van a nagy komoly keresztrejtvény. De nem csak Londonban jelent meg ilyen az emigrációban, hanem Torontóban is, sőt Ausztráliában is. Úgy látszik, hogy akárhová vetül a magyar ember, kell neki a rejtvény. Kis nép vagyunk, de elterjedt. Köszönöm szépen a figyelmet!